Több témát is érintettek a mai kormányülésen, ezek közül a hírhet 600-as adóbevallási formanyomtatvány kapcsán tervezett egyszerűsítő intézkedések és az önkormányzatoknak nyújtandó támogatások voltak a legfontosabbak. Sürgősségi kormányrendeletet fogadnak el a helyhatóságok pénzügyeit szabályozó törvénymódosításáról, jelentette be Viorika Döncsile miniszterelnök. Ennek egyik része, hogy lehetővé teszik az önkormányzatoknak, hogy 20 éves lefutású kölcsönt vegyenek fel az államkincstár erre elkülönített 500 millió lejes alapjából. A kölcsönt a minimális szintű közszolgáltatások biztosításához szükséges infrastruktúrális beruházások finanszírozására nyújtjuk az alábbi területeken. Egészségügy, oktatás, víz és csatornázás, közvilágítás, közlekedés, hulladékgazdálkodás, művelődés, sport és ifjúságpolitika, lakásgazdálkodás, amely egyébként a kormányprogram részét is képezi. Az új rendelet továbbá lehetővé teszi, hogy a 2018-as költségvetési töbletet ne csak beruházásokra, hanem személyzeti kiadásokra, bírósági ítéletekből fakadó költségekre, tartozásokra és kölcsönök visszafizetésére is fordíthassák. Azonban csak akkor, ha a saját bevételek és a központi költségvetésből a működési költségekre leosztott összegek nem teszik lehetővé ezeknek a kiadásoknak a fedezését, tette hozzá a kormányfő.